Sandro, az olasz. Köszöntöm Önöket! Ma az egyik kedvencemet készítem el, bavettét szicíliai módra. A víz már felfort, ez a szuper. Repülhet is bele a bavette. Leginkább a spagettire emlékeztet. Mehet bele egy kis só, természetesen nagyszemű só. Kezdjük a raguval, előszedek egy serpenyőt, aztán jöhet a padlizsán. Felvágom. Először körülbelül 1 centis szeleteket gyártok, aztán gyorsan felkockázom az egészet. Ne aggódjanak, nem baj, ha nem teljesen egyformák a darabkák. Itt van előttem a többi hozzávaló, a paprika, amit már leforráztam, az olivabogyó, a szardella és a kapribogyó. Kicsit megnyomkodom a tésztát, hogy a kikandikáló végek is víz alá kerüljenek. Tudják, a tésztát nem szabad összetörni. Löttyintek a serpenyőbe egy kis olívaolajat. Mehet bele egy gereszt fokhagyma, vagy 2, ha az első gereszt túl kicsi. Hagyom, hogy pár perc alatt átadja aromáját az olajnak. Mehet is bele az olajbogyó. Ez az. Ha tehetik, a kimagozott verziót válasszák. Egy pillanatra lekapom a serpenyőt a lángról, nehogy az olajbogyó kicsit savas tartósító levelángra kapjon. Ez az. Jöhet a kapribogyó, és persze a piros kaliforniai paprika. Hagyom rotyogni egy kicsit, közben meglesem a tésztát. Ez már alakul. Hűha, lehet, hogy egy kicsit nagyobb lábost kellett volna választanom, de most már mindegy, nem baj. Jöhet egy kis szárított erős paprika. Oké, a ragut megsózom, persze csak szolidan, hiszen a kapribogyó már önmagában is sós. Ha ez megvan, mehet bele az ajóka. Ez az. Kicsit megkeverem a tésztát, szuper. Ha valamelyik tésztaszál kicsit megégett volna, akkor azt villámgyorsan kihalászom és kidobom. Most már mehet a serpenyőbe a padlizsán is. Ha kell, löttyintek hozzá még egy kis olívaolajat. Tökéletes. Jöhet a friss bazsalikom. Nem spórolok vele. Szükségtelen felvágni. Bőven elég, ha kézzel összetépkedem. Gyorsabb és egyszerűbb. Ismét vetek egy pillantást a tésztára, ez már majdnem jó is. Még úgy 2 perc kell neki. Kicsit összeforgatom a ragut. Láthatják, hogy a padlizsán magába szívta az összes olajat. Persze nem baj, majd a tészta főzővizétől szaftos lesz. Várok még egy kicsit, hogy a padlizsán kockák megpuhulhassanak. Közben tekerek hozzá egy kis borsot. A tésztám elkészült. Előveszek egy szűrőkanalat, és kihalászom a tésztaszálakat. Ez az. Most még kemény, de pár perc alatt megpuhul a raguban. Mehet a serpenyőbe még egy kis olívaolaj, és még egy kicsi a tészta főzővizéből. Ettől lesz igazán finom a ragú. Bárcsak Önök is érezhetnék ezt az illatfelhőt. Megkóstolom. Persze csak a biztonság kedvéért, nehogy nekem a tészta kemény maradjon. Tökéletes. Ez így jó. Most már mehet is bele a 2 kis szardella. Ez az, közben előveszek egy tányért. Még egyszer összeforgatom az egészet. Égyni. Most már jó is lesz. A tálaláshoz segítségül hívok egy villát. Ez az. Tökéletes. Mehet az egész a tányérra. Égyni. Most jöhet a szokásos tányérszéltisztogatás. Végül megszórom a tésztát egy kis zsemlemorzsával. Ezzel el is készültem. Díszítésképpen egy bazsalikomlevelet ültetek a közepére. Szépen ide teszem. Egyszerűen hibátlan. Jó étvágyat kívánok!
Hozzávalók. Bavette, padlizsán, piros kaliforniai paprika, szardella, kapribogyó, olivabogyó. A magyar változat a TV Paprika megbízásából a Subway stúdióban készült.